Tisztelendő paptestvérek, kedves pedagógusok! Pedagógusok egyik álma, hogy úgy tudjanak tanítani, hogy soha semmilyen fegyelmezési gondjuk ne legyen. S amíg a rivális kollégák is, hogy ne mondjam, kicsit irigykednek rá, hogy nála semmi probléma nincsen, olyan csend van, amikor magyaráz, ez egy külön belső öntudatos örömmel tölti el a pedagógust. Hát ha valaki tudott tanítani, az maga az Úr Jézus volt. Lehetne azt mondani, hogy a tanító. Amikor Jézus elmondja, hogy minek ne hívassák magukat az emberek, rabbinak, mesternek, jól lehet, keleties példázatot használ, akkor azt mondja, hogy tanítónak se hívassatok senkit, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Itt az ő kizárólagos tekintélyét állítja elénk. Egy Nikodémus, aki hallgatta Jézust, azt mondja neki, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy. És aztán a gyakorlatban is valóra váltotta ezt. Úgy tudott tanítani, beszélni, gondoljunk a csodálatos kenyérszaporítás történetére, hogy órák, sőt egy nap múlt el, az emberek elfeledkeztek az éhségükről. És a mostani evangélium tanúsága szerint az elfogatására elküldött szolgák dolga végezetlenül mentek vissza a küldőikhez, kérdezték, hát hol van, nem hoztátok magatokkal? Nem tudtuk elfogni, így még ember nem beszélt. Hát mi volt ennek a titka? Először is az ószövetségi háttérből is ki kell indulnunk, mert az isteni szó az minden hatalomnak a birtokosa volt. Isten szavával teremtett. A zsoltárokban, ószövetségi írásokban az isteni szóról sok szép gondolatot elmondanak, hogy az a természetet irányítja, hogy igaz, mindig valóra válik az isteni szó, utat mutat az embernek, és az az isteni szó, görögösen szólva a logosz megtestesült. Így olvassuk János evangéliuma elején, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Az Isten szava testet öltött Jézus Krisztusban, személyessé lett az isteni szó. És ennek a gyakorlati formája az volt, amikor Jézus tanított, úgy, mint akinek hatalma van. Megjegyzik a hegyi beszéd végén, hogy befejezte tanítását, a nép csodálkozott rajta, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. Most ezért nem azt értik, hogy egy sok lehetőséggel bíró politikus volt, aki azt mondta, hogy hidat építünk Kalocsánál, és az megvalósul, hanem itt az isteni hatalomról van szó, mert hogyha az előzményeket a hegyi beszédből elolvassuk, akkor azt is láthatjuk, hogy az Ószövetség vallási szokásait fölülbírálta, és visszavitte az eredeti gondolathoz. Mondatott a régieknek, és itt a különböző rabbi iskoláknak a szokásait is értette, én pedig mondom nektek, azt mondja, kezdetben nem így volt, hanem isteni tekintéllyel
tanított, mert maga is Isten fia volt. Hát mit tudunk leszűrni az evangéliumokból, a tanításából? Példabeszédekben tanított, ez egy keleten elterjedt műfaj volt, már a zsidóknál is, és a görög világban is úgy hívják a példabeszédeket görögösen, hogy parabola. És jó, hogy az Úr Jézus példázatokat mondott, és nem mondjuk egy jogkönyvet adott át, amiben definíciók vannak, mert ott nincs tovább gondolási lehetőség. Az kipányvázza a mondatot és a gondolatot, és az úgy van. De a példázat által, amiben benne volt sokszor az allegória is, benne volt a nagy hasonlat is, úgy tanított Jézus, hogy mindenkinek szólhatott, a gyerek, az öreg, a beteg, az egészséges is megértette. Egyébként ebben is mesterpedagógus volt Jézus, mert tudott a tömegeknek szólni, tudott az egyes emberrel beszélgetni, tudott a műveltekkel, Nikodémussal, de tudott a gyerekek nyelvén is, amikor oda vitték hozzá a gyerekeket. Az, amit ő a példázatokba beletett és belesűrített, az ő műfajává vált. Addig is voltak példázatok, parabolák, de olyan irodalmi tökére, mint Jézus, senki nem vitte. És az mindig időszerűsíthető. És ezek a példázatok tartalmukban voltak valójában újjak. Mert szólt az Istenről, akit merte hasonlítani például a gazda emberhöz, vagy az irgalmas atyához, vagy a lakodalmat előkészítő király emberhez. Hát ez a zsidóknak eszükbe nem jutott volna, hogy Istent ilyen hasonlatokkal közelítsék meg. Aztán szólt az Isten országáról, valójában az Isten uralmáról, a természet fölötti világról, hiszen ő az Isten világából jött közénk, elhozta annak a valóságát, és elindította a fejlődésnek az útján. Mert azt mondta, Isten országa elkezdődött. Tartsatok bűnbánatot! Attól kezdődően pedig a hasonlatai, a növekedésről, hogy a mustármag, aztán a kovászol, annak erjesztő hatásáról, a hegyre épült városról, és így tovább példázatokban közelítették meg a természet fölötti világot. És arról is szólt, hogy milyen kötelezettségei vannak az embernek Istennel és embertársaival szemben. És ott is úgy él, hogy megadja a lehetőséget. Menj, és hasonlóképpen cselekedjél. Egy jog paragrafusba belevenni azt, hogy pontosan mit kell tenni ilyen és ilyen esetben. Jézus azt mondja, hogy menj, és hasonlóképpen cselekedjél. Ebben benne van az ember szabad akarata, benne van a fantáziája, lehet egy alkotó feszültség, mondhatnánk, a tanítás és a megvalósítás között, és aztán ráadásul küldi a Szentlelket, aki megmagyarázza, kifejti majd ezeket a tanításokat. Mert Jézus életében nem értettek mindent az emberek. Még az apostoloknak is külön magyarázatokat kellett adnia. De azt mondotta Jézus, még sok mondani valom volna, de nem értenétek meg. Hát gondolunk itt például a Szent Háromság titkára. De ha eljön a Szentlélek, az megvilágosít, megtanít bennetek sok olyan dologra,
amit én most csak úgy csírájában mondtam el, s rábízta egyházára, annak tanító hivatalára, hogy ezeket kifejtse. Sőt, még a szavait is rábízta, mert Jézus tudott írni, épp a vasárnapi evangéliumról lesz abban szó, hogy írt a földre, de nem írta le, amit mondani akart. Rámerte bízni az emberi megjegyző képességre, amit hallottak és továbbadtak, mert a Szentlélek által azok a dolgok lettek lejegyezve, ami fontosak maradtak örök időkre az egyház számára. És ez került bele a Szentírásba, amire áll az, amit Jézus így mondta, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. És való igaz, a Szentírás, még az újszövetségi része is 2000 éves már, olyan könyv, amit forgatunk, és aminek van megtérítő ereje, hihetetlen. Olvassa valaki az evangéliumot, az apostolok tanítását, vagy annak a prédikációban való felhasználását, és nem egy esetben, még az egyház történet is följegyezte azt, hogy emberek megfordították az életvitelüket. Magyarán megtértek, és azt keresték, hogy mit kell nekik megvalósítani Jézus tanításából. Hát így előttünk áll Jézus a tanító, akitől minden olyan tanító tanult, aki Jézushoz közel került, tanítvánnyá lett. Jézus még azt is merte mondani, hogy amit én most tettem, az nagy, de ti még nagyobb dolgokat fogtok tenni. Ezen azt érti, hogy az evangélium el fogja hagyni Szentföld határait, és a világban szellemi tényező lesz, mindenki találkozhat vele, és valamiképpen kiterjedetté lesz ebben a világban. És ezt a tanítást a tanítványok magukévá tették. A tannak életet adtak, tanúkká váltak, mert előzőleg a tanítványság régi módja szerint Jézussal éltek, vele jártak, hallgatták őt, de ez nem egy olyan privilégium, ami egyszer volt és soha többé nem valósulhat meg, hanem épp azáltal, hogy az egyházban hirdetik az evangéliumot, vannak olyan tanúi hitel és tanúi Jézusnak, akik tovább viszik ezt a lángot, mint a husvéti gyertyának a fényét tovább adjuk. És a tanítványság új életerőt kap. Szeretem idézni Fra Angelicót, a szentté avatott festőt, aki azt mondta, hogy aki meg akarja festeni Jézust, annak együtt kell élnie vele. Vagyis azt a lelkiséget föl kell vennie, Jézus gondolkodását, Jézus szavait, Jézus tetteit egyrészt ismernie kell, másrészt meg kell keresnie abból, amit ő meg tud valósítani. Mert az evangélium valóra váltása a soha nem szolgai utánzást jelent, mint ahogy vannak rá példák, hogy egy-egy híres ember nyomába ered valaki, ugyanolyan öltözékbe, ugyanolyan ételekkel, életmóddal, szolgaian próbálja követni annak az általa tisztelt embernek az életformáját. Nem. A kereszténység nem ilyen. A kereszténység a szellemet nézi, nem a külső uniformist. Ezért van helye még az inkulturációnak is, vagyis egy nép szellemébe való beleültetése az evangélium által inkulturáltá válik. Ez roppant fontos számunkra, hogy ilyesfajta szabadságot is
ad nekünk az Úr. Az Ószövetségben Jeremiás próféta még gyerek volt, és azt mondta, ha szavaidra találtam, az eledelemmé vált, mondja Jeremiás, és szívem gyönyörűsége volt. Hát adja Isten, hogy így legyünk mi az egész Szentírással, még inkább az Új Szövetséggel, és hát közeledvén húsvét ünnepe, eszünkbe jut az Emmauszi tanítványok történet, hogy amikor Jézus magyarázza a Szentírást, akkor mindent megértenek, és utólag azt mondják, hogy lángolt a szívünk, amikor ő ezt tanította nekünk. A Szentírás olvasása, az egyház tanúság tétele, adja Isten, hogy közelebb vigyen bennünket a tanítványságban Jézus Krisztushoz, hogy a mi tanítványi létünk is újabb tanítványokat hívjon, példát adva és a küldetésnek eleget téve. Amikor nehézségeink vannak a tanítással, mert kinek ne volna, főként amikor a gyerekeket egyre nehezebb tanítani, ezt mindannyian tudjuk, akkor a tanítóhoz, Jézus Krisztushoz forduljunk elsőrendűen, hogy Uram, ha nekem ezt a hivatást adtad, akkor kérem, hogy adj nekem olyan talentumot, hogy tovább tudjam adni az igazságot, tovább tudjam adni a keresztény életformát. Hiszen te mondottad, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és én ezen az úton akarok járni. Ezt az igazságot magamévá akarom tenni, hogy földi és örök életem legyen. Amen.